Na, sziasztok, én Alex vagyok, és ma itt lennék a 100 millió a tét, 100 millió a tét, igen, 5 milliárd a tét következő részével, nem tudom, a 8. résznél vagyunk, 8. megjegyeztem. Na és már is indul egy event, na mindegy, mindjárt megyünk a eventre, szóval, ebben a részben inkább eventezni fogunk, elmondom a videóban, hogy miért, és elmondom a videóban, hogy miért nem volt 100 millió a tét, 5 milliárd a tét. Szóval ezeket mind el fogom mondani nektek. Ez sok infót fogok mondani ebben a videóban. Na szóval, menjünk evente. Igen, itt is vagyunk. Na szóval kezdjük ott, hogy miért nincsen 5 milliárd a tét mostanában. Nem azért, mert nincs időm. Azért is, mert ugye amikor nincs videó, az azt jelenti, hogy nincs időm. Szóval ezt így kell felfogni. Ha viszont mondjuk pont 5 milliárd a tét nincsen általában, akkor annak van indok. Ugye a Silver Club mostanában nagyon sok, hát ilyen négy módszeren ment át, úgymond, hogy hogyan fejlesztük tovább. Volt egy, hát olyan módszert akartam, hogy teljesen visszaadjuk az egész szervet. Most az egyik módszert felhasználtuk, hogy a vadon restart volt, ugye? És most a vadon meg a nethernek így annyi. Így, ja, így annyi. Ups. Ups, ups, ups. Meg kell szoknom még ezt a toggle dolgot, jó? Így. És következő, a spannerekkel gondolkozunk nagyon, hogy azokkal mi legyen. Az a baj, hogy nagyon OP-k, túlságosan OP-k és elbasszák a játékélményt így szó szerint. Szépen fogalmazva, hát szépen vagy nem szépen fogalmazva, meg is nyertük. Pedig 20 ember van amúgy, szóval azért 20 ember az... Mind a 20 ember itt? Ne szopassa. Az igen. Na mindegy, szóval... Amióta egyébként restartottuk a vadon, feljebb ment a játékos szám, most persze nem, mert más szerintem késő van, nem tudom az időt. De mindegy, 50-en voltunk azért egy jó pár órában, és az a régihez képest az nagyon jó eredmény. Na szóval, nem még egy. Várunk egy kicsit, per bal egyébként, csak hogy hol járunk. 7 millió körül járunk, ez nagyon szép egyébként. És a Kinget már lassan meg tudjuk venni, a Kinggel már tudunk több dolgot csinálni, aki nem tudná. Event join. Na. Ez jó hangzik. Ezek nem tudnak meghalni, szóval no para. Jó, a spliff az viszont nehéz event, azt mindenki tudja, abba én is béna vagyok. Na, milyen hírek vannak még így a Silver Club-val kapcsolatban, ugye ha már itt vagytok, és el tudom mondani végre, és nem egy Facebook poszton kell leírnom, ami unalmas izé hozzá, hanem csak meghallgatjátok, amit mondok. Szóval elmondom igazán, milyen ötleteim vannak a Silver Clubhoz. Ugye, ami van a rádanyítás rendszer, a spamnon, azt szeretném fejleszteni, hogy azonnal megkapd az itemeket, amiket nyitsz, ugye? Az nagyon jó lenne. Azt meg is próbáltuk egyszer. Kicsit hibás volt, túlságosan hibás volt, lagolt, mint az állat. Szóval majd egy másik módszert kell erre találnunk, de meg fogom oldani, mint mindent általában meg szoktam oldani. Másik kérdés, amit általában megkérdeztek, hogy miért nem foglalkozok mostanában a szerverrel. Hát így igazából mostanában nem szerver készítő voltam, mint régen, hogy készítettem a szerverket, azért bekonfiguráltam. Az inkább a Bence szerepe lett, meg a... Hát inkább csak a Bence szerepe lett. Aztán én meg inkább a szervergépet kezelem most már. Az inkább ilyen feljebb van. Ugye mert a csapatunkban... Hát én értek szerintem a legjobban hozzá. Hát ja, szerintem igen. Valószínűleg. A Máté a javához ért. A Dávid meg így alapból így... hát így sok térhez ért. De én inkább azt mondanám, hogy ő ért a legjobban a weboldalhoz például. A PHP-hoz meg ezekhez. Na mindegy, közben itt próbálok figyelni a játékra. Szóval a Silver Club, amúgy írjátok le, hogy mit gondoltok, hogy a Silver Club milyen update-ek legyenek. Meghallgatlak titeket nyugodtan, meg szívesen, meg mindenhogy. Na, amúgy miért nem, ti miért nem izé csináltok valamit? Ti miért nem csináltok valamit, tesóim? Na mindegy. Mit akartam még mondani? Valamit akartam mondani így egyből. Szóval igen, spawnerekkel szeretnék valamit csinálni. Vagy azt, vagy legesek arra gondoltam, hogy vegyük ki őket a picsába. És szépen fogalmazva, tényleg. De nem akarom kivenni őket, mert amúgy tényleg vicces dolgok, jó dolgok, viszont OP-k. Most jelenleg. Szóval valahogy, valamit kell velük csinálni, hogy ne legyenek ennyire OP-k.
Azt én nem tudom, hogy mit akarok csinálni velük. Írhattok ti is ötleteket, mondom, meghallgattok bárkit. Csak nem tudom, mennyi emberhez fog eljutni idáig a videó, ugye megnézi az első 6 percet talán. Szóval igen, na mindegy. Á, ezt nem kellett volna restartolni. Mindegy, ezután jön a piros gyapjú, ahova rá kell állni. Igen, gyertek te súlyim. Hát nem piros, de értitek. Különböző színű. Másabb, mint a többi. Na. Ugye novembert írunk jelenleg. Szóval lassan jön a karácsony, és karácsonyra szeretnék egy jó kis... keveset mozogtál. Hát az neki kevés mozgás volt, akkor nem tudom, mit mondjak. Én nem tudok mit mondani, ha az kevés mozgás volt. Mindegy, mondom, ez is béta még, szóval ezeket még meg kell csinálni. Igen, hát tudjátok, elhagytad az izé, ez nem hagytam el. Na mindegy, ezt majd megoldjuk, ez az event plugin-t is, nem tudom, egyszer megcsináltuk, és utána abba hagytuk. Szóval nem fixeltük a hibákat. A mob aréna is jelenleg így áll egyébként, szóval nem csodálom, hogy azért kevesen vannak a szilvek. Attól függ, sokan vannak amúgy a szilvek lemon, hogy mennyit foglalkozok vele. Szóval most őszintén nekem elég egy szerverrel foglalkozni. Szóval nem tudok több szerverrel foglalkozni a szilvek lemonnál. Mégis csak a szervergépet kezelem, meg segítek a többieknek, ugye a csapatban. A Bence az elintézi a szervereket, ahogy a Dávid is. A Dávid egy kicsit. A Máté az így a Combo Flight fejleszti, a Kit az így építget. Szóval valamennyire megvan azért a csapat. Na szóval megnézzük, hogy hány játékos van egyébként fent. Látjátok, 40 játékos van fent. Egyből, szóval mondom, hogy ilyen 40-50 megvan az átlagban. Szóval eléggé menő. Na, és a piacot akartam még újra csinálni, csak ugye ezekkel mind kell idő. Most még nem lesz nagyon gépem se, szóval elmondtam az előző videóban, hogy új gépet fejlesztek, a leírásban megtalálható a jelenlegi gép. De igen, lehet, hogy amikor már fent ez a videó, akkor lehet, hogy meg lesz a gép. Attól függ, hogy mikor rakom fel, nem tudom még. Na, de mindegy. Az a lényeg, hogy halad az új gép. Ugye, akit érdekel, azt elmondom, hogy AMD Ryzen vagy 1600X, vagy 1700X, nem tudom még egyen, még utána nézek, hogy melyik kéne, melyiket tudnám kihasználni. Hát jó, laggol most, vagy bevágoltam, nem laggol, jó. Szépen csak bevágoltam. Jó, na. Ó, én elmentem. Na, szóval bejoiningoltunk. Na, gyerekek, intézzük el ezt az eventet. Ez a törölt sprint, ez egy kicsit izé zavaró széveklavra egyébként, ez csak PvP-re jó. Hegymászás legyen mondjuk egy. Hát CF az mikor nyílik meg? Hát egyre még nem tudjuk, egyre még tervezünk pár dolgot. Például minigémeket tervezünk most, ugye. Aki régebb óta követ minket, azt tudja, hogy nálunk nagyon ritkán volt minigame, szóval mindig egy-kettő volt max 1-2. Most jelenleg egy darab minigame nincsen. Inkább ilyen, mindig ilyen szerveket fejlesztettünk, mert azokat szerettünk. A minigémeket így megcsinálod, és utána nem tudsz vele mit csinálni, sajnos. És játékosok vagy megunják, vagy szeretik, szóval értitek. Mindegy, amit akarunk most csinálni jelenleg, egy OP Hunger Games, ami nagyon menő lenne, ha összejönne. Hopsz. Upsi daisy. Első ez már nem, ez már nem lesz első. Ez már a második se lesz. Vagy de. Meg lesz, tesó. Meg lesz. De miért? Megvan a harmadik. Jó a harmadik. Elvisszük a mennyi reményt. 200 000. Jó az, hát nincsen probléma. Visszatérve az új géphez, leírtam igazából egy... Hát leírtam a leírásba, szóval megtaláljátok körülbelül, hogy hogy fog, hát milyen ötletem van az új géphez kapcsolatban. Értek igazából a gépek összeverkásába, szóval nem kell segítség. Én körülnéztem alaposan, megnéztem Intel AMD, legyen melyik legyen. Én az AMD mellett maradok, AMD Ryzen. Megnéztem, hogy 68-on ezért körülbelül ugyanazt éred el, mint egy i7-tel. 68 ezért, értitek? Szóval azért van különbség. Hát meg olcsóbban jön ki alapból, én inkább a budgetre megyek. És nem szeretnék, ugye szerintem minden magyar arra megy inkább, de hát most... Lehet, hogy valaki nem, lehet, hogy valaki másra megy. Egy negatív dolga van az AMD Ryzennek, hogy szarabb játékokba, semmi más.
Viszont ha live-olni akarsz, akkor meg az Intel szarab, mert az Intel-el meg nem tudsz normálisan live-olni. Hát tudsz normálisan live-olni, de az AMD Ryzen jobb live-hoz. Mert ugye annak az 8-koros ugye. A Intel meg csak 4. Magyarul jobban ki tudja használni. Hopsi daisy, ez nem kellett volna. Gyere. Na, egyszer most visszadobott. Most egyszer visszadobott. Jó. Menjünk. Hops. Na, figyeljetek, ezt meg fogjuk nyerni. Érzem itt a wint. Érzem, gyerekik. Vagy nem. Mennyire kell visszamennünk? Ugye nem sok. Nem. Az a baj, ez még nem lett megoldva úgy, ahogy kéne. Help me. Nem, az a baj, hogy... jó, mindegy, kezdjük újra innen. Megoldjuk, nyugalom gyerekek. Így is. Második hely az tuti. Azt garantálom. Megpróbálom garantálni. Az a baj, egy kicsit elrásoltam. Nem kellett volna ennyi elrásolnom. Meg ezt a toggle dolgot is meg kell szoknom egy kicsit. Mert ugye egyfolytában sprinttel. Mert ugye ez ilyen mód. Na, ez mi volt? Na igen, ezeket például nem értem, bársz, ezeket javítanom kéne. Ez egész Silver Club, nem foglalkoztam bele. Jaj, elhanyagoltam szegényt. Nem baj. Most csak őt fogom fejleszteni. Megkapja ezt a... Na, oké, jó. És figyeljetek, most megnyerjük. Jó. Meg fogjuk nyerni. A szervergép hibája is lehet egyébként, mert annyian vagytok mindig fent a szerveren. Mert hihetetlen, nem a szívek lovon, hanem az egész szervergépen. az meg is lepne, ha csak a szívek lovon, őszintén. Ups. De, nem áll. Jól van, úgy van. Második az még meg lesz, gyerekek. Nyugalom. Itt megyek, és... Bam. Második helyzet. Mondom, meddig kell még menni? Könyörg, jó volt. Meddig kell még menni? Így. És... Tada, megvan. De és akkor még egy embert megvárunk. Akkor utána visszajövök. Na szóval megvan a harmadik helyzet. 300 ezeret nyertünk ezzel. És ja. Szerintem ez volt az utolsó event ebben a videóban, mindjárt megtudjuk, hogy mennyi 200, akkor áfát lemondja, látjátok? Na jó, mindegy, 700, jó az, na mindegy, az a lényeg, hogy köszönöm a figyelmet, ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, és ugye az új processzorommal inkább live-okat fogok nyomatni, legalábbis azt szeretnék, csak a mostani ugye az, ez nem a legjobb, nem tudok full HD-ba live-olni, és ez engem az nagyon zavar. Mint például, ugye a videóim az full HD-sak általában, szóval értetek. Na mindegy. Köszönöm, hogy itt voltatok. Az igen. Aha, oké. Mi kapok? Hát ez rip, ezt megkaptuk, látjátok? Kurvára laggel fos ez a szegó. És azért fos, mert laggol, mert túl sokan vagytok. Hányan vagytok? 200-an megint, Istenem. 200-an vagytok, mindjárt mondom hánykor, fél 11-kor vagytok 200-an, szóval igen, túl sokan vagytok, na mindegy, nem baj, de megoldás mindenképp kell rá, szóval köszönöm, hogy itt voltatok, akkor majd találkozunk még, hello.